A most következő pár percben a Spline utasítással, rajzelemmel fogunk megismerkedni. A Spline parancs segítségével úgynevezett simuló görbéket tudunk létrehozni, amelyek egy pontsorra illeszkednek. Ezeket a pontokat általában kontrollpontoknak nevezzük. A kontrollpontokat a görbe előre megadott tűzése fogja közelíteni. A görbék alakját még a kezdő és a végpontokban lévő érintő is befolyásolni fogja. Tehát az elkövetkezendő pár percben a Spline utasítással ismerkedünk meg. Menjünk a kezdőre a panelra, klikkeljünk a legördülő menüre, így harmadjára már is sikerült, valamint választjuk ki a Spline illesztése pontokkal rajz utasítást. Mellette látható a Spline rajzolása vezérlő csomópontokkal vagy kontrollpontokkal, ezzel egy kicsit később fogunk megismerkedni. Klikkeljünk rá most a Spline illesztése nyomógombra. Ezután a rendszer kiadja a Spline parancsot, majd az egérrel a modelltér egy tetszőleges pontjánál klikkeljünk az egér bal gombjával. 1. Eddig egy vonalrajzolásnak felel meg az utasítás, adjuk meg a következő pontot, és ha most elmozgatjuk a mutatót, akkor látszik, hogy hogyan görbül ez a Spline görbe. Tegyük le a következő pontot, majd a harmadikat. Látható, hogy a harmadik pont hatással bír még az első szakaszokra is, de ahogyan növeljük a pontszámot, ez a hatás egyre jobban elnyelődik, így szépen tudjuk vezérelni, kontrollálni ezt a görbét. Amikor úgy érezzük, hogy a rajzolást befejeztük, akkor üssünk egy Entert, és már is kilépünk az utasításból. Létrejött a Spline görbénk. Ha ráklikkelünk, láthatóak a kontrollpontok, azok a vezérlőpontok, amelyeken áthalad a Spline görbe, jelen esetben nulla tűzés mellett. Hogyha egy ilyen fogóponttal beleklikkelek, akkor szépen tudom szerkeszteni a segítségével a görbének az alakját, innen is látható, hogy milyen fontosak a fogóknak a helyes használatát elsajátítani. A Spline kifejezés, szakkifejezés, ami meghonosodott, nem igazán tudjuk lefordítani. Egyszer még régen egy régi könyvben úgy olvastam magyar nyelven, hogy bütyök függvény. Egyébként arról a hajlított pálcáról kapta a nevét, amelyet a hajóépítők használtak, hogy megfelelő íveket tudjanak előállítani, amelyeknek ugye a fizikai tartalma is megfelel a mérnöki kihívásoknak. Nézzük meg, hogy mi mindent tudunk ezzel a Spline-nal elvégezni. Ha most újra ráklikkelek, akkor látható egy különleges fogópont, ez a lefelé mutató háromszög. Ha ebbe klikkelek, választhatok az illesztés és a vezérlő csomópontok közül. Most ráklikkelek a vezérlő csomópontokra, ekkor ugye a vezérlő csomópontokat, vagy a konvex burkát láthatom a görbének, és így szépen, egy kicsit másféleképpen tudom szerkeszteni a görbémet. Ez is egy egészen hatékony módszer, sokszor pontosan erre van szükség. Bármikor visszatérhetek az előző módba, az illesztett módba. A tulajdonságokat is célszerű megnézni. Ha megint csak ráklikkelek, jobb egérgomb, majd gyors tulajdonságok, és ami ebből most érdekes a számunkra, az a csomópont parametrizálása, tehát a csomópont parametrizálása, ami most egyéni, legyen húr, megváltozott a görbénk alakja, négyzetgyökhúr, egyenletes, vagy egyéni. Célszerű ezeket a beállításokat a feladatunkhoz igazítani. Legyen most a húr, és ha be akarjuk zárni, akkor azt is itt megtehetjük, vagy kinyitni az igen-nem tulajdonsággal. Említettem, hogy nagyon fontos, hogy megadjuk esetenként a görbének a kezdő és a végpontjában az érintőket. Mindjárt mutatok is egy példát, hogy ez miért fontos. Rajzoljunk egy egyenest, ami legyen vízszintes, F8-al, majd rajzoljunk egy másik egyenest is. Most a két egyenes közé szeretnénk egy spline görbét szerkeszteni, könnyedén megtehetjük, kiválasszuk az illesztettet, megadjuk az első pontot, kikapcsolom az ortomódot, klik, következő pont, szépen rajzolunk, így mi, majd hozzáillesztjük az egyeneshez.
De mi azt szeretnénk, hogy ez a spline görbe az egyeneshez érintő folytonosan csatlakozzon. Egy picit elmozgatom, hogy még szemléletesebb legyen a törés. Ugye műszaki rajzoknál ez sokszor nem megengedhető, hiszen mechanikai jelentése is van ennek a dolognak, mégpedig, hogy két görbe általában érintő folytonosan illeszkedik egymáshoz, hiszen akkor a csúcsfeszültségek minimálisak lesznek ezekben a pontokban. Ha most kijelölöm megint a görbét, és elidőzök a kezdőpont fogópontjánál, akkor megjelenik egy felugró kis ablak, és a menüből válasszuk ki az érintő iránya opciót. Amint megvan, már is szépen irányját meg tudjuk adni az érintőnek, és a spline görbénk már is fölvette a csatlakozás, a helyes csatlakozást, amit szeretnénk. Itt is szerkesszük ezt ki, elidőzünk, érintő iránya, és adjuk meg az új érintőt. Látható, hogy megváltozik a görbénknek az alakja, de hát ezt szeretnénk, és már is ebbe a pontba szépen érintő folytonosan tudtuk csatlakoztatni a spline görbét és az egyenest. Ezt nagyon fontos tudni, enélkül igazándiból szerintem nem is lehet a spline görbékkel megfelelően dolgozni. Most nézzük meg a spline görbe rajzolás másik módját, a vezérlő csomópontokkal való munkát. Ezt egyébként már megnéztük, de most adjuk ki közvetlenül a parancsot. Ilyenkor egy burkoló görbét, vagyis hát vonalakból álló hét adunk meg, amelyen belül helyezkedik el mindig a spline görbe. Amikor befejeztük a rajzolást, üssünk egy entert, ha ráklikkelünk, akkor megjelennek ezek a vezérlő csomópontok, és szépen tudjuk befolyásolni az alakját. Jobb klikkel gyors tulajdonságoknál itt is meg lehet adni azt, hogy nyitott, vagy éppen zárt legyen. Ami érdekes, hogy itt már nincsenek különféle módok, hogy húr, vagy négyzetgyök módszer, hanem ugye ezek el vannak rejtve, hiszen itt egy másfajta spline görbét hozunk létre. Ami nagyszerű az, hogy a módszerek között tudunk váltani, rámegyünk a lefele mutató háromszögre, és most áttérünk az illesztett módra, ezt nagyon szépen megcsinálja az AutoCAD, vagy ha vissza akarunk térni a vezérlő csomópontokra, akkor azt is megtehetjük. Egyelőre ennyit szeretnék elmondani a spline görbékkel kapcsolatban. Egy nagyon hasznos rajzelemről van szó, de azt tudni kell, hogy nem mindig könnyű vele a munka, akadhatnak problémák, ilyen például ugye a párhuzamos szerkesztés, vagy mi történik akkor, hogyha egy egyenessel elmetszük, levágunk belőle darabokat, de ezeket a problémákat majd egy másik videóban fogjuk áttekinteni.